Még nem kezdődött el az iskola, a táblán még ott maradt a vakáció felirat, de már diákok népesítik be a Tolnai Gimnázium tantermeit és folyosóit. Évek óta hagyomány az intézményben, hogy az iskola kezdés előtt a nulladik napon fogadják az újonnan érkező 7. és 9. osztályos tanulókat, hogy azok még évkezdés előtt kicsit megismerkedjenek egymással, a pedagógusokkal és az intézménnyel is. Valójában ez egy közösségépítés is, illetve hát azért új iskolába, új környezetbe kerülnek, azért csak van mindenkiben egy kis szorongás, egy kis félelem, hogy milyen lesz, mi vár rájuk, és ez egy picit föloldja ezt a szorongást, ezt a félelmet, és találkozhatnak a kollégákkal, tehát amikor majd első nap jönnek, akkor már nem lesz annyira ismeretlen. Az osztályoknak is, a közösségnek is jó, hiszen főleg ahol a magasabb létszámú osztályokról van szó, mint például a 7. osztály, ott azért mégiscsak jobb, ha először egy picit bemutatkoznak, megismerik egymást, ki csoda, mivel szeret foglalkozni, mi érdekli, illetve megpróbálnak az osztályban közös célokat megfogalmazni, mit várnak a sulitól, mit szeretnének, mik lennének azok a célok, amiket majd úgy évvége felé szeretnének elérni. Ez egy kicsit összekovácsolja, összetartja a közösséget az elején. Idén két új osztály is indul, egy 4 és egy 6 évfolyamos a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Őket két felújított tanterem is várja, új padokkal, felszerelésekkel, interaktív táblával. Szeptember 2. felében pedig egy gólyaavaton vehetnek részt a gimi új tanulói. Amikor valóban az egész hét arról szól, hogy ne csak egymást ismerjék meg, hanem a felsőbb éveseket is, és az iskolát, és bemutatkozzanak, mint közösség. Játékosan, versenyezve egymással, de mégiscsak ez arról szól, hogy ők mutatkozzanak be, őket ismerjék meg. A nap során a gyerekek bejárták az intézmény szinte minden szegletét, megismerkedtek az iskola légkörével, környezetével és a tanárokkal is. Most egy állomáson úgymond megismerik a magyar szakos kollégákat, a fizika szakos kollégákat, az idegen nyelveket tanító kollégákat, illetve a magházba is átmennek, történelemszakos kollégák ott várják őket, és egy picit ismerkednek játékosan, érdekesen, kis rejtvény, kis játék, kis mozgással, mert természetesen a testnevelés szakosok is várják őket, tehát egy picit ismerkednek így a kollégákkal és a tantárgyakkal. Volt egy töritábor is, ahol a 7-eseknek úgy körülbelül a fele, vagy több, mint a fele itt volt 3 napon keresztül, tehát már nem teljesen ismeretlenek most sem számunkra, és hát talán az iskola sem nekik. Igen, talán egy picit nyugodtabban, bátrabban tudják elkezdeni az ismeretlen környezetben az új tanévet. A Tolnai Gimnáziumban szeptember 1-én összesen 56 fiatal kezdi meg a 2022-23-as tanévet.